évben is a város ifjúság terén, valamint számos más helyszínen különféle programokkal várták a látogatókat a Kistalcsai napokon. Magazinunk e heti számában a fesztivál szombati napjából kaphatnak ízelítőt. A Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Petőfi Sándor Általános Iskola együttműködésével Snuppertágot, azaz nemzetiségi családi nyíltnapot tartottak Gödöllőn. 13. alkalommal ünnepelte meg fennállásának évfordulóját a Kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület. Idén is fantasztikus programok várták a gyermekeket a Városi Gyermeknapon Gödöllőn. A program kavalkádból mindenki találhatott kedvére valót.